nagy szeretettel köszöntlek. Hát tudjátok, itt a kápolnában nagyon ritkán misézünk, de hát Marikának az volt az ötlete, hogy hát ma, hogyha örökös szentségimádás van egész világon, és talán esetleg, ha valaki egész éjjel szeretne imádkozni, hát akkor tudjon itt imádkozni. És akkor ezért így itt ebbe a kápolnában misézünk. Egyfelől ez kicsi, jó, meleg, templomot nem kell kinyitani, tehát ez egy ilyen értelemben nagyon-nagyon praktikus. Igen. Hát úgy van, hogy közben én odaadom a kulcsot, és Piroska néni kiadja, hát a Boti ott van, vagy Alex, és akkor ő fölmennek, mert a tabernákulum kulcsa fel van akasztva a fogasra, és hogy ott a szobámból hozzák ki. Adod, hogy ott jött van. Na hát, akkor november van. És tudjuk jól, hogy november a halottak holnapja. Hát ilyenkor lehullanak a levelek, abból a szép nyárból, őszből, nem csak kinti világban, hanem tudjuk jó, hogy az emberek is, hát nem idővel vénülnek, nem rózsaszín és piros és kék lesz a hajuk, hanem fehér, és mindennek eljön az ideje, amikor azt mondja az idős bácsi, hogy puszi, bye-bye. Hát András bácsi is így csinált, Amerikában, Kanadában, megöregedett. Jó Isten magához folytottam. Tehát tudjuk jó, ugye itt volt Jüci néni, emlékeztek rá, de Antal atya, és sorolhatnánk, idősebbek azok talán Domokos atyát is ismerték. Meg hát ugye mostan a koronavírusos időben, itt is ott is írja, hogy meghalt ma is 300-350 ember koronavírusban. És más betegségben is még nagyon sokan meghalnak. Hát Magyarországon is, hogy átlagban minden nap, tehát ha nincs koronavírus, akkor is olyan 300-350 ember meghal. Hát azt ki lehet számolni, hogyha van 24 óra, hát akkor óránként elég sokan meghal, percenként is ki lehet számolni. Születnek is gyerekek, élet körforgás. Így van. És hát ugye ilyenkor persze felmerül bennünk a kérdés, hogy jó, de az András bácsival például mi lett? Meg a többiekkel. Megszülettünk, aztán annyi. Hát ugye Jézus Krisztus máma olyan szépen szólt hozzánk az evangéliumban, és azt mondta, hogy Istenem a holtak, Istenem az élő Istenem. Mindenki föltámadt, és úgy fognak élni, mint Isten angyalai, nem nősülnek, nem mennek férhez. Hát, a világunkban lévő veszekedés, civakodásnak nagy része pont abból fakad. Az asszonyok és fiúk családot alapítanak, hogy aztán az sikerül, vagy nem, ezt egymást nyolcgassák. Úgyhogy, na hát akkor menjek országába, ilyen jellegű gond nem lesz. Izgalmas. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen lesz a mennyország. Jézus azt mondta, szem nem látta, fül nem hallotta, ember érte, föl se tudja fogni azt, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Szeretik. És készít. Tehát ugye, hogy hát ezt a kápolnát is valaki készítette. Nem? És ahhoz, hogy a Dávid Nyuszi nagyra nőjenek, és hogy abból valami finom tokány legyen, hát azt valaki készíti, nem? Minden nap enni alatt, tisztába rakja a nyuszikat, nem? Vizet ad neki, elviszi diszkóba, elviszi. De mindenképpen kell vele foglalkozni, igaz?
És amikor kiszal, akkor is nem adja oda önként a bundáját. Ezt el kell venni, és amíg abból finom pecsenye lesz, hát az, az időre teli. Munka. Készít. Tehát amikor a Szentírás azt írja, hogy Jézus készít számunkra új világot, akkor valahogy így kell elképzelni. De maga Jézus is mondta azt, hogy ne féljetek, ne féljtek kicsinyán, a pásztor a király. Azt is mondja a Szentírás, hogy ne aggodalmaskodjatok, atyám házában megyek, hogy helyet készítek nektek, és ha majd elkészítettem, eljövök, magammal hozlak, ott lesztek ti, ahol én vagyok. Tehát, igen. Tehát Jézus Krisztus elmegy, otthon készít nekünk, és egész biztos, hogy befogad az ő országában. Tehát, hogy hinnünk kell, hogy igen, ahogy tehát igazából egy marék por vagyok, és mégis, amikor hallottam, felhívtam Iroska nevelőnye a gyerekeivel, bajban van, Kézdi vásárhelye. Hát nem hiszem, hogy kellett volna háromszor telefonáljanak nekem. Hát csináltunk neki egy kicsi helyet, egy lakást, elmentünk és elhoztuk, nem? És nem azért, hogy csúfot üzzünk belőle, hanem hogy jól érezzék magukat, hogy az ő 7 gyerekének még legyen egy csomó testvérkéje. Na. Most akkor én azt gondolom, hogy ha mi bár mi emberek vagyunk, és bűnösök, és kicsik, és buták, és mégis tudunk gondoskodni egymásról, hát akkor a Jóisten vajon nem gondoskodik rólunk? Persze, hát ugye kézivásárhelyen azért beírhatta Piroska a keresőbe, hogy Dévas, Csaba testvér, és még képeket is lehet látni, a többi gyerekről is, mert minden egy egyszerű. De most, hogyha, hát, hogy mit tudom, Anna beírja a keresőben, megy ország. És akkor arról sok szöveg elé jön, de olyan kép, hogy Jézus integet az ablakban, bye-bye, várhat. Tehát ilyen nincsen. Ezért mondjuk, hogy mi hívők vagyunk. Tehát mi hisszük azt, hogy igen, ha Jézus ezt megígérte, meg is fogja csinálni. És ez nekünk erőt ad. Igen. Tehát ugye, amikor ránéztek egy jéghegyre, látsz egy jó nagy jéghegy. De tudjátok, hogy körülbelül még tízszer annyi van a víz alatt. Biztos láttatok olyan fényképet, ha rákerestek jéghegy, biztos, hogy fognak mutatni, hogy ennyi látszik a víz felett, és annyi van a víz alatt. De ott van, te ránézel, tudod, hogy ott van. Szóval senki nem olyan buta, hogy beugorjon a hideg vízbe, hogy tényleg megnézettek, a fogassa ott van, elhiszi, hívjuk, hiszünk. Ugye, most nem, ez a kis film is, ami készül a Szentmisében, hogy készül? A hangon, ugye kiáramlik a tüdő. És neki ütközik a hangszálaknak. És hogyha nem ebből ilyen hang lesz, hogy amilyen, mit hallottam. És ez a hang a levegőt préseli. És a füledbe, a dobhártyán ez a levegő, amit én mondok, neki nyomódik. És ebből nagyon pici, hát azért biztos, hogy nem is érzed, hogy valami áramlóna, nem, tenyeredet nem üt ide a dobhártya, ez sokkal finomabb, érzékenyebb, na az érzi. És azokat a jeleket ő lefordítsa, kémiai és, tehát ti nem tudtátok ezt biológiából,
elektromos impulzusokat, és akkor az idegrendszeren keresztül zzzm, elmegy az agyba. És te behunyod a szemedet, és hallod, amit én mondok. Nem döbbenetes? De ebben is van olyan nagyon finom, érzékeny membrán, és az is érzi. És elektromos jeli átalakítsa, és elektromos jel elmen a kamerához, a képpel együtt szépen összekutyúlja, és love you, fellövi a műholdra. Love you. Úgy hívják azt a kicsi kutyóját, hogy love you. Egyből egészen másodat teszem róla, maradjunk a tudománynál, jó? Én láttam, hogy azt mondta, hogy menjek országában, nincs szerelem, hát egyből már mondták, hogy nem is oda van. De maradjunk csak mi a tudománynál most. Most ért, hogy ez a felmegy a jel, és nem tud elkapni, de mégis tudod, hogy fölment a jel a mű a telefonközpontba, és az fellőik a műholdra. És a műholdon, hát egyik átadja a másik műholdnak, és valahol Kanadában, nem tudom, szóltak el testvérek, hogy ottani bácsik, nénik élő egyenes adásba most nézik, hogy itten, Emike azon gondolkozik, hogy ha menjek országába, nem lehet férhez menni, akkor inkább marad itt a földön, nem? A komoly probléma láttam meg, de... Na, most azt szerettem volna elmondani, hogy hisszük ezt, hogy ez, amit én mi beszélünk, ez a misén, ez a kis kápolna a színeiben, lehet, hogy ez nem látszik, hogy milyen jó meleg van itten, de Kanadában lássák, értik. És elhisszük, hogy ez így van, igaz? Akkor mi mondanám azt, hogy mert nincs mennyország, hogy nincs túlvilág. Sőt, a tudósok egyenesen azt mondják, hogy ez az anyagi világ, ami van, tehát atomokból, molekulákból, tehát az anyagi világ, ez körülbelül 4,5%-a annak, amik számítások szerint a világból van. A többi, hogy micsoda, azt mondják, fekete, sötét energia, sötét anyag, nem tudják mi. Tehát egyszerűen valami van, mert érzik a gravitációját, érzik az erejét, de nem tudják megfogni. Nem tudják, nem tudnak egy mondatot mondani róla. Na mostan, én azt gondolom, ez azt jelenti, hogy vegyük komolyan Jézus Krisztus szavait. Bízzunk benne. És én azt mondom, hogy ez a világ már ilyen szép, nem biztos, hogy miért nem lenne szép, ha megnézzük a lányokat, a fiúkat, a virágokat, biztos, hogy szép, nem? Hát akkor milyen lehet, hogy azt mondja Jézus, hogy ez még semmi ahhoz képest, amit Isten azoknak teremtett, akik szeretik őt. Hát én azt gondolom, hogy teljen el a szívünk Isten iránti szeretettel, és persze szeressük egymást is, és bízzunk Urunkba Istenünkbe. Csöndösödjünk el, és imádkozzunk azokhoz.